Bajnokot köszöntöttek, a sárga-feketék bravúros menetelésének trófeás eredményét ünnepelte a város. Köszönet a munkáért, ingyen mehetnek többek között moziba, múzeumba, a tófürdőre az egészségügyi dolgozók. Rendőrkézen bravúros gyorsasággal fogták el a szombathelyi időseket rászedő unokázós csalókat. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Milliókat kértek kiszemelt áldozataiktól az úgynevezett unokázós csalók. Cserébe azt ígérték az idős embereknek, hogy hozzátartozójuk megúszza a felelősségre vonást. Szerencsére sokan nem hitték el nekik a sablonosnak mondható történetet. Idén áprilistól 21 idős szombathelyi polgárt próbáltak becsapni, 5 esetben jártak sikerrel. De csak rövid ideig örülhettek a könnyen szerzett pénznek, a szombathelyi rendőrkapitányság nyomozói hamar lekapcsolták a strómanokat. Kiderült, hogy a bűncselekmény sorozatot külföldről irányították. 2021. április elején kezdődött ez a bűncselekmény sorozat, és mivel számszerűen is elég sok volt egymás után, mi is fontosnak éreztük azt, hogy minél hamarabb meg. Petényi László és Sebestyén Gergely tavaly szeptembertől dolgoznak együtt, mégis nagy köztük az összhang, hiszen régóta ismerik egymást a nyomozók. Ez is oka volt, hogy a szombathelyi időseket rászedő, úgynevezett unokázós csalókat hamar kézre kerítették. Felhívták telefonon az idős embereket, közölték, hogy az ismerősük, hozzátartozójuk, unokájuk súlyos balesetet szenvedett, és tetemes kárt okoztak, és a probléma mielőbbi megoldása érdekében több millió forintos összegeket szerettek volna az idős emberektől átvenni. A telefonálók az unoka vagy hozzátartozó közeli ismerősének, barátjának, sokszor hivatalos személynek, például rendőrnek vagy a mentőszolgálat munkatársának adták ki magukat, annak érdekében, hogy a sértettek ne tudjanak másik telefonhívást indítani, és őket se tudja elérni senki. Folyamatosan szóval tartották, és arra is utasították őket, hogy ne tegyék le a telefont. Valószínűleg mindenkit letaglózna, ha azt hallja, hogy közeli hozzátartozója balesetet okozott, az idős embereket pedig ez a tapasztalat szerint még jobban megviseli, és sokszor kételkedés nélkül akarnak segíteni. Ezt használták ki az elkövetők, egy-egy sértettől több milliót kértek, szerencsére nem mindenkinél jártak sikerrel. 5 rendbeli befejezett bűncselekményről, és 16 rendbeli kísérleti szabon megmaradt bűncselekményről van szó. Tehát így számszerűen van 21 sértettünk, illetőleg eddig 2 elkövetőt vontunk felelősségre gyanúsítottként. Kiderült, a bűncselekmény sorozatot külföldről szervezték és felügyelték, a magyarországi strómanokat irányító bandatagok ellen korábbi, hasonló jellegű ügyeik miatt európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. Őket is elfogták a hatóságok, a kiadatásukkal kapcsolatos eljárás jelenleg is folyik. A szombathelyi időseket rászedő unokázós csalók elfogásában kiemelkedő munkát végző nyomozókat a megyei rendőrfőkapitány jutalomban részesítette. Ingyenesen léphetnek be az egészségügyi dolgozók például a tófürdőre és a Szavária múzeumba. Júniusban több szombathelyi utcában is áramszünet lesz. Régi dokumentumokból nyílt kiállítás a könyvtárban. Gyermeknapi programokkal várják a családokat vasárnap a sportházba. Rövid hírekkel folytatjuk. Évvégéig ingyenesen léphetnek be az egészségügyi dolgozók a moziba, a tófürdőre, a kalandvárosba, a bábszínházba és a Szavária múzeumba. Erről döntött Nemény András polgármester. A szombathelyi önkormányzat ezzel köszöni meg az egészségügyi intézményekben dolgozók járványhelyzetben végzett áldozatos munkáját. Július 1-én emléktáblát avatnak a koronavírusban elhunytak emlékére és az egészségügyben dolgozók tiszteletére az alapellátó központ falán. Továbbá Ceglédi Csaba javaslatára megalapították az év szombathelyi ápolója díjat, amelyre június 20-áig lehet ajánlást tenni. Júniusban több szombathelyi utcában is áramszünet lesz, mert az EON fejlesztési munkákat és karbantartást hagy végre a villamos hálózaton. Június 1-én reggel 8:30-tól 12:00-ig szünetel a szolgáltatás a Szent Imre Herceg útja 59-ben és a Vadász étteremben, déltől 16 óráig pedig a Magyar László utca 1-ben.
19-én 11-től 16 óráig új csatlakozókábel bekötése miatt nem lesz áram a Domus üzletházban és a Szurcsapó 23-ban. 22-én reggel 8-tól várhatóan 3:30-ig pedig a Körmendi út egy szakaszán szünetel átmenetileg az áramellátás. Számos olyan régi értékes kötetet őriznek a Berzsenyi Dániel könyvtár raktárában, melyeket napjainkban kevesen ismernek, forgatnak. Ezekből nyújt válogatást a Kincsek a raktárból című kamara kiállítás, ami az első emeleti olvasótérben tekinthető meg. Látható például az 1902-es kiadású klasszikus aranybiblia, a gazdagon illusztrált hétkötetes az 1001 éjszaka könyve, a milleniumi ünnepségek dokumentumai, valamint az 1938-as eukarisztikus világkongresszus apropóján készült néhány kiadvány. A szervezők megemlékeznek a 700 éve elhunyt Dantéról is. A kiállítás június 15-éig várja a látogatókat. Gyereknapi forgataggal várja a családokat az Agóra vasárnap. A színpadon bemutatkoznak az Ifjúsági Művészeti Fesztivál legjobbjai, lesz bábszínházi előadás, táncbemutató, pályázati munkákból több kiállítás is nyílik, és díjazzák a plántáló filmes pályázat legjobbjait. A 18 év felettiek védettségi igazolvánnyal léphetnek be az épületbe, a szervezők továbbá előzetes regisztrációt kérnek a színházi előadásokra, a regisztrációkukat agora@szavaria.hu e-mail címre. Gyereknap alkalmából a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége aznapra érvényes ingyenes gyermekjegyet biztosít a vasi vizekre. Részletek a szövetség honlapján. Duplázott a Falkó, a kosárlabda magyar kupa után a bajnoki aranyat is megszerezték a szombathelyi sárga-feketék, ezt hozza címlapján a Szavária Fórum legújabb száma. A labban bővebb tudósítás olvasható a meccsről, a csapat edzője és játékosai értékelik a Szolnokkal szembeni döntő összecsapást. A további tartalomból. Magánkézbe került a balatonberényi gyermeküdülő. Hol és hogyan kérhető oltás utáni COVID-igazolás? A fogadóóra rovatban interjú Tóth Kálmánnal. Abigail Bulia, újabb bemutató a Vörös Sándor Színházban. A Szavária Fórumot megtalálják szombaton a postaládákban. Újra művész csütörtököt rendeztek az Ízisz galériánál és a Belső Uránia teraszon. A tavaly kezdődött programsorozatot a járványhelyzet alaposan átszabta, emiatt mostanáig kellett várni a második alkalomra. Az egésznapos képzőművészeti és zenei kavalkád az elsőhöz hasonlóan ezúttal is sok látogatót vonzott. Tündérek, szentkép és élőzene. Ilyen és ehhez hasonló érdekességekkel találkozhatott, aki csütörtökön a Belső Uránia udvar felé járt. A tavalyi évben kezdődött művész csütörtök programsorozat idén első alkalommal várta az érdeklődőket az Ízisz galériánál kerámiákkal, festményekkel, részkarcokkal, zenei programokkal és egy különleges kirakat kiállítással. Újra nyitottuk az Ízisz galéria udvarán a galéria teraszt, most 4 művésszel, Sápi Margit festőművésszel, és Horváth Ildikó kerámikussal, és Fehérvári Ildikó, sőt, van egy nagyon-nagyon-nagyon tehetséges szombathelyi, illetve szombathelyi Váci iskolába járó kislányunk, ő pedig kirakat galériát nyitunk, illetve most ez az első alkalom, hogy a kirakat üvegein láthatóak az ő munkái. A Váci iskola végzős tanulója 4. osztályos korától kitűnt kortársai közül rajztudásával. Kitti a pandémia időszaka alatt készített győztes pályamunkájával mutatkozott be. Ezt a pályázatot az Országos Rendőrfőkapitányság hirdette, és első helyzet lettem. 4 képet sűrítettem bele egybe, és a rendőrség címerét középre. Rajzoltam ugye a kutyás rendőrökről, a lovasokról, akik irányítják a forgalmat, és ugye egy ilyen hátra bilincselt kezet, ezt úgy a szemléltetés céljából. A műveiről csupán annyit mondanék, hogy egy év alatt az összes országos rajzversenyt megnyert, amin elindult. Most ez nem kevés, ha jól számoltam vissza, hogy a 37. Ebből a legrangosabb, ez a Würz Ádám parafrázis kiállítás. Az egésznapos rendezvény nem csupán a képzőművészetet kedvelőknek adott felüdülést. Harmonika, szó és koncert is várta a kikapcsolódni vágyókat. A művész csütörtök idén a tervek szerint 2 hetente nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt.
rendhagyó biológia órát szervezett a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság pénteken a Pinkaszurdokban. Látványos bemutatók segítségével több mint 120 felső csatári általános iskolás ismerhette meg a patak gazdag élővilágát. A diákok vízminőség és vízhozam méréseket, halak és gerinctelen élőlények vizsgálatát is figyelemmel kísérhették. Az interaktív tanóra az Aqua Pinka pályázati program keretében valósult meg. A Pinkaszurdok bejáratánál gyülekeztek a felső csatári általános iskola diákjai és tanárai. Rendhagyó biológia órára érkeztek a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság meghívására. A vízügy munkatársai megosztottak néhány hasznos információt a Pinkáról, majd együtt elindultak a szurdokba. A gyerekek négy állomás helyen ismerkedhettek a patak csodálatos vízi világával, az egyik helyszínen például halakkal. Egy fenékjáró küllő, ő is egy védett halfajú, és nézzétek meg, milyen szép kövér már a pocakja. Ez a halfaj hamarosan ívni fog, tehát biztosítottak számára a szaporodási feltételek. Jelenléte jó vízminőségre utal. A gyerekek megtanulhatták, miről ismerhető fel például a domolykó, és kézbe is foghatták a halakat. Ez a kérész, ez is kérész, adott egy szitakötőlárva, orharákok. A következő ponton szabad szemmel is látható gerinctelen élőlényeket lehetett megfigyelni. Ezek fontos táplálékai a halaknak, jelenlétük jelzi, mennyire tiszta a víz. Ami érdekes volt számomra, az például a halak, ugyanis én horgászok, és én nagyon szeretem a halakat, ott meg is fogadtuk őket. Tehát én nekem az nagyon, meg ez a kérészes is tetszett, hogy mennyire sok faj él. Tehát én ezeket nem is ismertem így, hogy a halaknál is mutatták többfélét. Én mindegyikre azt hittem, hogy domolyka, aztán mondták, hogy ez ilyen, ez olyan. A tanórai kereteken kívüli élményszerű tanulás jobban elmélyíti az ismereteket. Egy-egy ilyen alkalomra sokáig emlékeznek a diákok. Gondolatébresztőek ezek a foglalkozások. Úgy gondolom, hogy ugyan elég sokszor van a mi gyerekeinknek arra alkalma, hogy iskolapadon, tantermi kereteken kívül is szerezzenek ismereteket, de mindenképpen nagyon inspiráló számukra, amikor ezeket a kis mozgolódó élőlényeket, a halakat élőben megnézhetik. Sokkal jobb élőben látni azokat a dolgokat, amiket csak a tankönyvben látunk, és így tapasztaljuk is a dolgokat. Könnyebben tanulunk szerintem így. Ezt a programot eredetileg a Vízvilág napjára tervezték, de a járványhelyzet miatt elmaradt és most tudták pótolni. Mindez az Aqua Pinka pályázati projekt keretében valósul meg, ami uniós támogatással 2022. szeptemberéig tart. Magyar és osztrák vízügyi partnerek közös vízkészletgazdálkodási tervet készítenek, amelyhez egy éven át különböző méréseket végeznek. Az eredményekből kiderül, mennyire terhelhető még a Pinka, például tisztított szennyvízzel vagy öntözéssel. Ez egy kis vízgazdálkodási modell lesz, ugyanis a Pinkának a legkisebb hozama, ez egy nyáron augusztusban van, és ez a kis vízhozammal kell nekünk úgy gazdálkodni, hogy mind a két országban felmerülő igényeket ki tudjuk elégíteni. Ilyen igények, például a mennyiségi igény, ugye az öntözési igény, erőművek vannak a Pinkán. A diákok megfigyelhették, hogyan zajlik az ultrahangos vízhozammérés, miként határozható meg a víz pH értéke, vezetőképessége és oxigéntartalma. Az óra végén tesztet töltöttek ki, amiből kiderült, mennyi újat tanultak. Hatalmas ünneplést csapott az Aréna Szaváriában a Falkó, a Sárga-Fekete Kosárlabda Klub Szerdán Szolnokon nyerte meg története harmadik bajnoki címét. A mindent eldöntő meccs másnapján a csapat egy közös ünneplést szervezett a szurkolókkal. Rengeteg drukker látogatott ki az Aréna Szaváriába csütörtök este, ahol először egyesével köszöntötték a Falkó kupagyőztes és bajnok csapatának tagjait. A játékosokat és a szakmai stáb tagjait is óriási ováció fogadta, majd amikor már mindenki fellépett a pódiumra, Váradi Benedek magasba emelte a bajnoki trófeát. Az ünneplés végén a sárga-fekete szurkolók is fotózkodhattak a bajnokokkal. A szezon legfontosabb meccse vár az SKK a csapatára. A szombathelyi kézilabdás lányok az Albafehérvárt látják vendégül a bajnokság utolsó fordulójában, és csakis győzelemmel van esélyük arra, hogy kiharcolják az NB1-ben maradást.
Nagy rohamot indított a szezon hajrájában a bennmaradás kiharcolása érdekében a Hungas SKK a NB1-es női kézilabda csapata. A szombathelyi kézilabdás lányok az elmúlt három bajnoki meccsen veretlenek maradtak. Kisvárdai döntetlen után legyőzték a Békés Csabát és az Érdet, így életben tartották bennmaradási reményeiket. Az SKK együttese a bajnokság utolsó fordulójában az Albát látja vendégül az Aréna Szaváriában, és csak is akkor marad esélye elkerülni a kiesést az élvonalból, ha legyőzi a fehérvári csapatot. Az utóbbi három mérkőzésünkön nagyon jól szerepeltünk, és ezzel a három mérkőzéssel nem így kéne, hogy eldőjön az utolsó forduló, de hát így alakultak az eredmények. Ezzel kell bánjunk. Én úgy gondolom, hogy a stresszt nagyon jól kezelték a játékosaink, illetve hát mindenki a klubnál. Ezért nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen téttel is így tudtunk teljesíteni Kisvárdán, Békés Csaba ellen itthon Érdem. Nagyon akarjuk a sikert, ahogy korábban is mondtam, nem csak most dolgozunk érte, hanem egész évben is dolgoztunk. Nagyon fontos feladatunk van vasárnap. Az SKK a sorsa már nem csak a saját kezében van, ugyanis ha a rivális Balatonpoglár pontot szerez, akkor az Alba legyőzése is kevés a bennmaradáshoz. A klub akciót hirdetett a fehérváriak elleni rangadóra, bármelyik szombathelyi sportklub bérletesei jegyvásárlás nélkül kilátogathatnak az élet-halál meccsre. A tréner nagyon bízik a szurkolók támogatásában. Nagyon nagy szükségünk van rájuk. Mi az utolsó leletünkig küzdünk. Győzni akarunk vasárnap, és bízunk benne, hogy a Kisvárda pedig Balatonbogláron a papírformát érvényesíti. És akkor egy nagyon nehéz, nagyon sok problémával tarkított évben 13 pontot gyűjteni egy nagyon szép eredmény, de ez az eredmény ez akkor szép, hogyha ez bentmaradást ér. Az Alba elleni rangadót vasárnap 16 órától rendezik az Aréna Szaváriában. A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!